Múltját tekintve az egyik legrégebbi, létszámát tekintve az egyik legnagyobb szabadidős rendezvénysorozatnak számít az országban a nyíregyházi városi kispályás labdarúgó bajnokság. Az elmúlt szezont követően nyáron a sóstói és a tiszavassári strandfoci tornán tarthatták formában magukat a csapatok. A szervezők közben előkészítették a városi stadion kispályáit, amelyeken nem csak megyeszékhelybeli együttesek szerepelnek majd. Nagyon sok nyíregyházi környéki csapat van, most éppen egy bui csapat, és nagyon hangzatos néve Buenos Aires, 1928 néven szerepelnek majd a bajnokságba. Jönnek a csapatok a környezetünkből, hiszen Nyíregyházán azért már véges a csapatoknak a jelenkezése, hiszen nagyon sok nyíregyházi csapat van. Van viszont Újfehértóról, Nagykállóból, Tímáról, Gávavencselőről, több olyan településről, akiket a könnyedebb vannak, de még messzebbről is jönnek, tehát nagyon sok olyan játékos jön, akik Vásárosnaméből, Máté Szalkáról csatlakoznak be egy-egy csapatba, sőt még Debrecenből is jönnek. Nagyon népszerű a bajnokságunk. A 2019-2020-as idényre nevező 115 csapat mintegy 1500 meccset játszik majd a jövő nyár elejé zárásig. 10 csoportba játszunk, az A, B, C, D, E csoportig a 12 csapattal, az F csoportba 13, a G-be eddig még soha nem használt módon 14 csapat szerepel, az öregfiúk első osztályba és másodosztályba 10-10 csapat, és a harmadosztályba viszont 8 csapat szerepel, de az öregfiúknál mind a három csoportban 3 kört fognak játszani. A meccseket a hagyományokhoz híven hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken játsszák a csapatok. Szombaton a bajnokság felvezetéseként 16 együttes részvételével rendezik meg a Városi Stadionban a Víg István emléktornát.